Kívülről úgy tűnt, hogy ezt a versenyt nem nyerheti más, csak te. Belülről is így érezted? Igen, hát én ugye úgy mentem oda, hogy én ezt mindenképpen meg szeretném nyerni, és éreztem is magamban az erőt, hogy ez sikerülni fog. Úgyhogy hát nagyon boldog vagyok, hogy összejött, igaz, egy kicsit jobb időt szerettem volna úszni, de hát nem vagyok elégedetlen, hiszen nem vagyok csúcsformában, úgyhogy ez az idő is jó most. Mennyi volt a különbség időben a vágyott és a valóságos között? Hát szeretem volna 20 alá bekerülni, tehát egy-két másodperc. Ez mi múlott szerinted? Nem volt elég erős a mezőny ahhoz, hogy húzzanak? Tehát, hogy vigyenek tovább? Nem gondolom. Tehát azért szerintem egy elég erős mezőny gyűlt most össze. Hát ugye Európa legjobbjai itt voltak, egy-két kivétellel maximum. Úgyhogy szerintem nem a mezőnyön múlott. Hát nem tudom, lehet, hogy még bennem maradt egy kicsi, bár most azt mondom, hogy én azért kihúztam magam. De hát nagyon közel voltam így is a legjobbamhoz, úgyhogy elégedett vagyok. Az, hogy télen edzőváltáson estél át, az mennyiben változtatott a mostani formádon, a hozzáállásodon, a taktikádon? A taktikámon annyit, hogy ugye a kezdést próbálom erősebben, meg magabiztosabban csinálni. Egyébként az edzés módszerek nem változtak, úgyhogy ugyanazokat úszom, ugyanazokat tornázom, úgyhogy nagyban nem változott.